Gazprom megerősítette az elkötelezettségét a török áramlat vezeték hosszú távú működtetése mellett, és megerősítette az elkötelezettségét a magyarországi szállítások hosszú távra tervezhetősége tekintetében is. Sőt, ugye a hosszú távú szerződés alapján egy kisebb mennyiséget mi Ausztrián keresztül vásárolunk meg az oroszoktól, amely szállítási útvonal az északi vezetékek nehézségei miatt most körülbelül csak olyan 30%-on üzemel. Ma megállapodtunk abban, hogy az eredetileg az északi szállítási útvonalakon Magyarországra küldött orosz gáz szállítását is átirányítják a déli szállítási útvonalra. Így az elkövetkezendő időszakban még nagyobb mennyiségű gáz érkezik majd naponta hazánkba, így egészen biztos lehet mindenki abban, hogy Magyarországon semmifajta korlátozásra nem lesz szükség.